Kedves nézőink, a múltkor elkezdtük Tiszavasvári sportéletét és sportéletében aktív szerepet játszó valamikori híres, ismert sportolók bemutatását. Ugye Héri Géza volt az első, akivel beszélgettünk, akit megismertettünk a kedves nézőkkel. Most egy kicsit műfajt váltunk, hiszen Géza ő labdarúgó volt, most kézilabda, és Újhelyi László a házigazdánk. Laci, köszöntelek! Ugye, aki téged ismer, és nagyjából tisztában Tiszavasvári kézilabda életével tudja, hogy te valamikor nagyon fontos szerepet játszottál. De én javaslom, kezdjük az elején, jó? De egyáltalán hogyan, mikor, milyen körülmények között kerültél kapcsolatba a kézilabdával, hiszen a szerelmese vagy voltál, és mi volt az a meghatározó tényező, ami miatt arra döntöttél, hogy a kézilabda és semmi más? Hát üdvözlöm a kedves nézőket. Hát a kézilabdával kapcsolatban, hát azt hiszem, hogy már általános iskolában beleszerettem a tanáraim, olyan testnevelő tanárom volt, hogy megszerettette velem, esetleg nevet is, Csillag Gyula bátyám, Parona István. Megszeretette velem ezt a sportágat. Hát komolyabban a 1968-ban a gimnázium csapatát erősítettem a három tanárral. Egyetemben onnan elkerültem Nyíregyházára, NB1-be. Ott kézilabdáztam másfél évet, mivel hogy őszi-tavaszi volt a bajnoki. És hát ilyen fiatalon elkerültem, és ott még jobban megszerettem ezt a sportágat, főleg ez a csapatjáték maga, az nagyon vonzott. Előtte sportoltál valamit? Röplabdát edzegettem ilyen 14 éves koromban, mivel a nővérem röplabdázott. Hát ott is játszottam egy párat, tehát NB2-es volt akkor a röplabda szakosztály. Tehát ezzel kezdtem el. Kicsit az általános iskolára térünk vissza, jó, mert nagyon nagy léptékkel haladunk így. Tehát azt mondtad, hogy nagyon fontos az, hogy ki az, aki tulajdonképpen megismerteti, megszeretteti veled ezt a sportágat. Milyen körülmények között történt akkor egy kézilabda edzés? Hiszen nemigen gondolom, hogy volt sportcsarnok, ahova bementek a fiatalok, és ott teremkörülmények között játszhattak, edzhettek. Hát mindenképpen először csak salakon. Hát végül is abból állt, hogy aki erősebbet dobott, messzebbet dobott, az úgy arra figyeltek fel inkább. Ezt a dobálózást nagyon szerettem, mert 8. koromban 91,60 m dobtam kislabdával. Szerintem milyen válmegcsukló kell ez? Ez invitálta gondolom a tanáraimat, hogy elég jó dobálok. Nem voltál országos versenyen ezzel az eredménnyel? Nem tudtam, lemaradtam az úttörő olimpiáról, mert túlkoros voltam egy éve. Akkor már mentem volna, de itt ezt Nyíregyházán dobtam egy ilyen spartakiádon végül is. Úgyhogy magasan nyertem azt a kis labdát, annyira eldobtam. Hát így kerültem végül, és akkor a kézilabda. Tehát salakon kezdtük el az egészet. Mennyire volt másabb salakon játszani, mint akár bitumenen, vagy bent parketten? Hát valójában meg kellett tanulni ezt az esést, hogy ne sérüljön az ember. Mindenképpen hamar hozzá kellett állni ehhez. De nem volt rossz végül is, mert kímélte szerintem az ízületeket jobban. A salak? Igen. Felkerültünk a bitumenre, az már kemény volt. Tehát meccs után is érezte az ember, hogy fáradtak az ízületek. Hát ilyen hosszú időn keresztül, meg főleg. És az esés szempontjából? Teljesen más egy tartánon, egy parkettán, egy salakon. Tehát ezt mind meg kellett szoknunk erre az esést. Sajnos voltak olyan sportársaim, akik egyszerűen nem tudtak esni, azonnak tele van a salakkal, például tél, de... Még mai napig is? Mai napig is látszik, hogy benne a salak. Aha. Igen. Ugye nagyon fontos az is, hogy annak idején, mikor elkezdi az ember az aktív sportolást, hogy, és így, ugye ez csapatjáték, ezt tudjuk, hogy kik azok a csapattársak, akikkel együtt lehet játszani. Te kikre emlékszel vissza, nem csak szívesen, hanem úgy általában? Hát az volt a gond nálunk mindig, hogy rövid volt a kispad, és sajnos olyannyira beszűkült, hogy ezzel mindegyikkel baráti viszonyban vagyok. Nem is nagyon kerültek el innen, Tiszavasváriak voltunk 90%-ba,
Úgyhogy... Ez az általános iskolában volt, vagy igen, már? Igen, általános iskolában aha. is. Na most, aki esetleg nem tudná, hogy mit jelent az, hogy rövid volt a kispad, ez nem a méretét tekinti, ja, igen, hanem igen, az, igen, hogy, igen. hogy az edző olyan vagyunk. Szerencsés helyzetben van, hogy annyi játékosa van, hogy már nem fér igen, leülni. Igen, igen. Aha. Na, a neveket? Hát végül Sepsi Sándor, Puskás Tibor, Pap László, Gazdag Barna, Gazdag Tibor, Katolaja, hát ezek mind ilyen, hát Molnár Sándor, mert még is elkerült, uh-huh. Molnár Sándor, hát Gubcsó Pisti, szegény, aki meghalt, Molnár Laci, hát ezek a, így a gimnáziumból. Jöttek, utána lemorzsolódott mindig, egy, uh-huh. egy bizonyos mag megmaradt, amivel végül is elértünk erre egy komoly eredményt, hogy NB1-be felkerültünk. Ez a gimnáziumi csapat volt? Hát nagyjából igen. Ez volt a... És NB1-be játszottatok? Igen, azt igen. igen. 1976-ban kerültünk fel, 75-ben, uh-huh. 76-ban. Hát ami napjainkban én szerintem elképzelhetetlen lenne nagyon sok helyen, ami nálatok igencsak valószínű lehetett, hogy nemigen a pénz dominált, hogy mennyi a meccspénz, és akkor most úgy fogtok játszani. Akkor abban a világban ez hogy történt? Hát... Igen, mert ez abszolút nem motivált bennünket a pénz, hanem valahogy a barátság, vagy ez a küzdés. Valójában szerintem az, hogy együtt nőttünk fel kicsikorunktól, és ezért volt ilyen nagyon-nagyon jó csapat az egész. Hát a pénz az eleve nem dominálhatott, mert körülbelül hát, mi kaptunk 140 forint pénzt, és akkor 3500-at kaptak egy pontért. Mi két pontért 140-et. Hát ezt össze lehet hasonlítani, hogy hányszorosan. Aha. Hát éppen kajára elég volt. És a gimnáziumban más szemmel néztek rátok, vagy volt valami kivételezés? Például, ha oda voltatok a hétvégén meccset játszani, akkor hétfőn nem feleltettek benneteket? Vagy nem volt. Hát végül is ez így abszolút nem mutatkozott. Inkább az, hogy az egész gimnázium, lányok, fiúk, az minden meccsen kint voltak szinte. Tehát ilyen azért kezdődött. Voltatok a sztárok a gimiben? Hát igen, népszerűsített bennünket egy kicsit, vagy sztár volt egy kicsit. Mennyire használtad ezt ki, főleg a lányok területén? Hát nem, mert én hamar elkerültem, hát 17 éves koromban elkerültem innen. Tehát, de ugyanez ott meg még magasabb színvonalon, mert hogy NB1-be kerültem oda. Milyenek voltak az edzések? Hogyan emlékszel vissza rá? Az edzések megvoltak, azok a 40-50 perces edzések, gyakoroltuk a megfelelő figurákat, meg dobálásokat, meg a megfelelő poszton. Hát én emlékszem rá, hogy az edzés az tulajdonképpen az csak egy alap volt, de utána sokkal több időt töltöttünk, hárman, négyen, mikor ki, még edzés után. Nagyon-nagyon sokat. Ilyen magunk kitalált figurát, hogy behúny szemmel is el tudjuk találni a kapufát, hányszor megjelöltük magunknak egy valami kis követ, letettünk, hogy különböző lövéstechnikát, és még hálófogó se volt, hanem mentünk a labdáért. Hát ott volt a tollata, az első. Illetve hát a gimnázium udvarán, utána a tollat volt ez a pálya, mind a kettő salakos. A másik még fekete salakos volt. Na, akkor azután lehetett fürdeni. Mennyire volt jellemző akkor az akkori sportolókra, fiatalokra, hogy egy bizonyos igényszintet felállítottak saját magukkal szembe, és küzdöttek, hajtottak, mindaddig még azt el nem érték. Tehát nem csak azért álltak edzésre, mert muszáj volt, és ott ellötyögtek, hanem mint ahogy te is mondtad, hogy edzés után ott maradtatok, és lehet, hogy az például technikai szempontból fontosabb volt, mint maga az edzés. Hát végül is egymást akartuk felülmúlni szerintem, és ez volt a lényege, és ezért alakult ki ez a csapatjáték, hogy mindenki a legmaximumot akarta magából kiadni. Benned volt olyan középiskolás korodban, még itt voltál Vasváriban, hogy felépítettél magadban egy álmot, hogy ha addig élsz és addig hajtasz, még el nem éred nyilván a sport területén? Hát én valójában egy olyan első osztályú színvonalat tűztem ki magamnak. Hát ez be is jött végül is, de tehát utána nagyban befolyásolt az, hogy családot alapított az ember, és hát a lehetőségek meglettek volna elmenni, de megijedt az ember, ilyen földhöz ragadt tiszavasváriak voltunk, és sokan nem mentünk el. Így történt ez, hogy Nyíregyházára hármunkat elvittek, és csak én maradtam ott. Sepsi Sanyit, meg Katolaját is. Uh-huh. És tehát ők egyszerűen visszavágytak, nem azért, hogy... Tehát azt a célt vagy nem akarták elérni, vagy pedig
annyira tiszavasvári szív. Ez a lőközkötöttség. Igen, igen, igen. Aha. Akkor nagyon megvolt ez. Ki figyelt fel rátok? Volt egy országos ifjúsági torna, és Fekete Lajos, egy tanár, Nyíregyházán meghalt. Az egy ilyen kézilabda szerető ember volt, iskola igazgató helyettes volt akkor, és ő hívott meg bennünket Sepsis Annyival, erre a ketten voltunk csak vidékiek a Salgó Klárdányi ország és ifjúsági tornára, és hát ott igen húzó emberek voltunk, és én így hívtak el bennünket Nyíregyházi NB1-be. Milyen poszton játszottál, illetve melyik volt a kedvenc posztod, meg gondolom nem csak egy helyen voltál? Nem, nem. Hát végül is szélső is voltam, akkor gól szerint legeredményesebb, tehát úgy, hogy eredményes, de amúgy két átlövő, tehát jobban átlövő irányító is lettem. Milyen érzés volt, amikor felső osztályba kerültél, bekerültél az NB1-be, hiszen az akkor is NB1 volt? Igen. Hát az komoly kis lökést adott az embernek, hát volt izgulás, de szóval akkor annál jobban karolták fel az embert, minél eredményesebb volt természetesen az öregek, mert akkor nagy volt a korkülönbség, mikor oda is kerültem, hogy én fiatal voltam. Csapatom nagyobb? Igen, nagyon nagy a korkülönbség, nagyon nagyobb volt a korkülönbség, és eredményt hoztam, akkor mindjárt kedvenc lettem természetesen. Volt úgy, hogy esetleg az akkori öregek, akik csapattársaid voltak, egy-egy jobb megmozdulás után hát megveregették a vállalat, de belülről valahogy irigykedtek? Volt. Volt? Volt. Válogatott. Ment a rivalizáció? Igen. Válogatott szintű játékos is volt azon a poszton, ahol én játszottam Nyíregyházán. Hát már öreg volt Berényi Imre. És aki itt játszott Vasváriban, neki az apukája? Nem az a Berényi? Nem. Berényi. De az neki valahogy úgy, már pedig megbeszéltük, hogy ilyen nagybátyaszerűség volt. És ő akkor válogatott volt. És azon a poszton játszottam én, vagyis úgy cseréltem. De rivalizáció volt, de nem azért akasztott a szegre, hanem már koros volt. És gondolom, ő helyette akartak beépíteni a csapatba. Mennyire volt más az ottani edzés az NB1-ben, mint itt például Vasváriban, alacsonyabb osztályban? Sokkal másabb volt. Ott megmondták, hogy miért lépjek oda, mibe legyek gyorsabb, mire figyeljek. Hát akkori Salla Imre, hát gondolom ez a testnevelési főiskolának volt a testnevelő tanára, akkor ő volt az edző. Nagyon szeretett, meg én is őt, meg hát mindenki, hallgattak rá az öregek. Nagyon, hogy milyen családias hangulat volt az. Teljesen más volt, mint Tiszavasváriba. De nagyon családias volt. Tudtatok küzdeni egymásért? Akartatok? Nagyon-nagyon tudtunk. Itt főleg a vasvári szív, ott meg az a családias hangulat uralkodott. Biztos neked is, mint volt sportoló, volt egy olyan, hogy életed meccse. Visszaemlékszel rá, amikor a legjobbat produkáltad? Hát volt olyan is, igen. Végülis akkor NB1B-be játszottam Nyíregyházán, és a HBN az akkori budaörsi katonacsapat, és akkor idén túli hetes volt, és azzal x-eltünk, és én nekem Brown bízták, mint fiatal gyerek, tehát azért megremegett az ember. Aha. Sikerült egy x-et elhoznunk ezzel. Igen, mert a tévében is nézzük, tehát oda megy az ember, felveszi a labdát, nagyon ritka, amikor belenéz a kapus szemébe. Igen. Olyankor már eldönti a dobójátékos, hogy hova fogja, vagy az menet közben derül ki, amikor már lendül a kéz? Hát van, aki eldönti. Hát attól függ, hanyadik hetes dobja természetesen, mert az elsőnél mindenképpen eldönti, hogy mit tudom, alulra felülre fogom, de máskor nézni kell, vagyis hogy mondjam, vagy erőből kapufa mellé. Mert mindegy, hogy fölülre, alulra, csak el is döntheti. Csak az ütemet inkább az kell, egy fél ütemet mindig valahogy kívánja. Ne ütemre dobjon az ember. Ezért szoktak integetni mostanában. Fiatalon, hogy oda kerültél és bekerültél a csapatba, gondolom az első meccseknél még pályára nem léptél, egy kicsit úgy beleremegtél, vagy átgondoltad az egészet, és hát van úgy, hogy az embernek egy picit még, ha nem is vallja, vagy az inába szálló bátorsága. Nálad ez hogyan alakult, hogyan jött ki, hogy pályára léptél, és akkor ez teljesen elszállt, vagy egy darabig még vitted magaddal ezt az érzést? Én úgy vezettem le, hogy
pályán, hogy melegítettünk, mindig néztem az ellenfél felett is közben, uh-huh. tehát úgy mindenkit, magad? Igen, hogy milyen testfelépítésűek, úgy azért már ismerte az ember, hogy ki játszik itt, ott, melyik lesz az emberem, annak a bemelegítését, uh-huh. és ezzel le tudtam vezetni azért ezt. Volt valami specialitásod, amit próbáltál saját magadnak kigyakorolni, és meccseken úgy, mikor előadtad, akkor csak lestek, hogy hú. Igen, hát végül is ez tényleg Tiszavasváriban, úgy aki ismer, azt tudja, hogy így körülbelül talajszintre felfele dobni, meg hosszúba felfele, vagy a kapus föl, lentről talajról, alulról felfele, vagy laposan, de tehát nagyon... Amit tehát most Császár Gáborék csinálnak? Igen, aha. Hát igen, olyan kugliszerűen dobni a labdát. És el a védőjátékos mellett hón alatt? Hát nem, hát hón alatt is, vagy teljes a talajról. Aha. Teljes talajról, hogy szinte 10 centire. És akkor onnan a hosszú felsőbe fel, vagy a rövid felsőbe. Vezettél statisztikát valaha is, hogy például hány mérkőzést játszottál, hány gól dobtál? Nem, soha nem. Kijöttek így évente, hogy most mit tudom, 76 gól dobtam azon a poszton, de én magamnak sosem. Uh-huh. Sőt, szerintem sok játékos, mert megbeszéltük egymás között, még azt sem tudta, hogy most mennyi az eredmény számszerűleg, csak mennyi a különbség. Hogy 3 vagy 5 a meccsen, igen. Aha. Hogy egyel megyünk, 2-vel megyünk. Tehát úgy számszerűt nem tudtuk. Mennyire lehangoló az, amikor látod, hogy te küzdesz a pályán, töröd magad össze, és látod, hogy a játékos társad úgy el van. Hát, az úgy lehangoló, hogy akkoriban rászóltunk, hogy menjen le. Aha. Ez így volt. Hát akkor volt tapasztalatod? Volt. Sőt, ez az önbizalom, túlzott önbizalom az ember, akkoriban az edző megmondta ott is, itt is, hogy tehát ne legyen annyi önbizalmat, hogy kettőt hibázzál egymás után. És ez nagyon sokszor megvan pedig most is első uh-huh. osztályban. Tehát aki már egymás után, tehát ő lőtte el mondjuk el, akkor kihagyott egy zicsert, az már ment le, automatikusan uh-huh. nem kellett mondani. Mennyire sztároltak benneteket akkor? Mert tudjuk, hogy most egy NB1-es játékos bármilyen csapatban is játszik, azért odafigyelnek rá a tévé, rádió, újság. Hát szerintem mi a közönségtől kaptunk úgy speciál, nem... Igen, voltak NB1-ben voltak ilyen fogadások, tanácsházán még, meg... Tehát úgy próbáltak elismerni uh-huh. az eredményeinket. Meg az magáért beszél, hogy az ipariskola pályán játszottunk, 2500 ember kijött. 2500 ember is. Hát az már komoly. Hát hogy ne. Aha. Mert ott volt ez a lépcsős igen, pálya. Ezzel elismertek a... Meg hát ugyanúgy, mint hogy most látjuk a tévében, hogy körbe mehetett az ember is pacsizott egyet. Ez uh-huh. Volt úgy, hogy egy ilyen jó győztes meccs után, amikor úgy érezted, hogy tényleg nagyon jót nyújtottál, akkor a tömeg taps mellett kórusban skandálta a neved? Hát nem, ilyenre. Hát már csak azért, mert te voltál a csapat legjobbja. Hát ez csak esetleg újságcikkben jelent meg, vagy fotóban uh-huh. kellett Magyarországban, sőt, hát akkoriban Népsport mindig írta, tehát ott végigírta az eredményeket, és akkor ott ki, mit a jók között azért kellemes volt azt olvasni, hogy ott uh-huh. a nevem. Természetesen ezért küzdöttem. Nyíregyháza után hogy alakult a sorsod? Hát ide, mert sajnos a hadsereg. Uh-huh. És nem vittek olyan helyre, ahol esetleg tudtál volna kézizni? Vagy nem akartál menni? De akartam. És? De hát a akkori kiegészítő parancsnokság ezt keresztül húzta, mert Gyöngyösre le volt beszélve, hogy oda megyek a sport századba, uh-huh. meg a kézilabdázni is, és azt mondták, hogy jó leszek én határőrnek, és ennyi. Ez kinek állt érdekében? Senkinek. Valaki úgy rám nézett, azt mondja, jó darab legény, azt ennyi. És mennyi, akkor még 2 év volt a katonaidő? Hát 28 hónap több. Már 4 évet írtak át az életembe. Ez nagyon nagy törés volt. Aha. Hát tulajdonképpen ott mondhatni azt, hogy keresztbe húzták a karrieredet. Teljesen keresztbe húzta a sereg. Ha másképp alakul és elmehetsz Gyöngyösre a sportszázadba, hát akkor tudom. Mi lett volna? Nem tudom. Hát nem is gondolkoztál még ezen? Hát inkább a fordítottján, hogy miért kellett ezt keresztbe húzni. Aha. Mert ezt nem tudom mégis, hogy alakult volna. Példa volt rá, itt volt nagy Zoli,
Zeus, akkor Gazdag Barna, Nagy Lajos, elvitték Tatára, elvitték Pest-Lőrince, meg így. Hát onnan már azért könnyebb lett volna lépni. Hát még nem beszél arról, hogy az nem kihagyás, mert gondolom bizony, a határőrségnél semmi. Nem sokat tudták kapura dobni. Hát nem. Legfeljebb a pálinkás üveget. Semmi. Na, hát ott annyi élményem volt, hogy egy öt próba, már 75 napot voltam egy edzőtáborban, egy öt próbáztam. Ilyen országos szinten, vagyis a BM bajnokságban. Igen. Igen. És végül is ott is a gránátdobást azt megnyertem. Ezt természetesen. 75 méterre a 48 dekás gránát. Tú. Mennyit vettél rá azután a következőre? A 10 métert. És a Tűzér utcában, a Honvéd sporttelepen volt ez a futás, úszás, gránátdobás, ott edzettünk, a súlyemelés máshol, és hát ott is találkoztam ezekkel a dobóatlétákkal, és azt mondom, miért nem gerelyes felettem, mert tiszta gerelytechnikával. Na hát ezt nem tudtam. Akkoriban így nem fedeztek fel, és így kerültem a kézilabdához. Értem. Na, ott tartottunk, hogy visszakerültél Tiszavasváriba. Igen, hát úgy észrevetted magadon azt, hogy tehát ez a kihagyás, amiről az előbb beszéltünk, hogy már másabb a teljesítményed, nem tudod azt produkálni, mint előtte, mint mikor bevonultál. Fizikálisan nem, de technikailag, hogy visszakerültem, már akkor is éreztem. Tehát ezt lehetett érezni, bár olyan stádiumba jöttem vissza, hogy akkoriban volt még osztályozó, és be is kerültünk, hogy visszajöttem. Tehát magamnak sikernek könyvelem ezt el. Hogy én is részese voltam természetesen ennek. A pályafutásod során volt kedvenc edződ, akinek úgy a technikája, mint emberi stílusa tetszett? Volt. Hát név szerint Szó László, NB1B-ben. Tehát ő úgy gondolom, hogy képzettségénél fogva is, tehát tények elé állította az embert. Megmondta, hogy mit kell csinálni. Ha azt nem csináltad, akkor ő azt mondta, hogy ha miért nem ezt csináltad. Tehát volt miért számon kérni, hiszen ő is, vagy meg is mondta, hogy mi az, amit... Aha. Vagy így dobjad, így ugorjál fel. Meg a meccs előtt, amit kért, azt kellett megcsinálni. Akkor, ha nem csináltam meg, neki volt igaza. Ha megcsináltam, nekem, de ő is örült neki. Tudjuk, hogy a versenysport is, mint az élet számos területén, minden valamilyen szinten fejlődik. Akkor, amikor elkezdtél kézilabdázni, és most, hogy leülsz a tévére és nézel a kézilabdát, látsz valami hasonlóságot, vagy illetve különbséget, hogy mi az, ami teljesen más most, mint ami akkor volt? Hát annyiban látok, van változás, de az alapja tulajdonképpen maradt. Gyorsabb lett a játék, lassabb? Sokkal gyorsabb lett, csak annyira, hogy a szélsőket nagyon kivonják a játékból. És meg kell figyelni, a nagy csapatok, azok nem vonják ki most sem. És ez lenne az alapja szerintem a gyors játéknak, kintről, de ehhez kell két nagy lövő, az biztos. Tehát anélkül most elképzelhetetlen, és azok a lövők, akik akkor voltak, azok már nem átlövők lennének, mert azok felugrottak, dobták. De itt minden pozícióból, mit mondjuk, mint császár Gábor is, hogy tehát talajról, felugár, annak mindent kell tudni. Mekkora volt a súlypont emelkedésed? Meg gondolom, értétek. Hát én inkább talajban voltam, én talajon, elhajlásból, alul, de felugrál, és lendületből. Tehát nekünk az volt a jó, hogy mindenki tudott improvizálni, tehát nem olyan játékban, nem ilyen gépiesen játszottunk, mint most, hanem voltak ötletek, és azt érezte a másikon, hogy azért, hát nem mindig azt a, hogy biztos már látszik, hogy oda fogom dobni, nem. És szerintem ezzel sok mindent elértünk. A házasság, a család mennyire befolyásolta a további játékodat? Hát ők igen. Hívtak itt két helyre is, és Cseperre is, meg a Spartakuszhoz, mikor itt játszottunk, hogy játszottunk velük. De hát mondták, hogy családdal együtt, de már akkor két kislányom volt. Úgy nem mertem belevágni. Pedig ha ki tudja, hogy mi lett hát volna igen. Belőled. Hát igen. Ennyi volt a... És hogy nem mentem el, hát természetesen itt meg csak visszafelé, egy idő után visszafelé fejlődik az ember. Kényelmesedik.
és akkor már nem, ne hiába küzdene, már pályára lép, akkor másabb. Másabb teljesen. Aha. Nagyon sok ilyen sportoló úgy van, hogy ahogy abba hagyja az aktív játékot, jó, még egy-két év levezetés, és utána, illetve sokan még közben is elkezdik az edzőiskolát, és átmennek edzőnek. Nálad mi volt a helyzet ez ügyben? Hát, gondolkodtam rajta én is, de végül is, hát sajnos a család volt az első, tehát így döntöttem, és így muszáj volt. De most ez sajnos, ez tényleg sajnos, vagy sajnos pedig? Tényleg, mert utána belekóstoltam egyszer-kétszer, sőt, kétszer felkértek, hogy legyek edző. Hát nem tudtunk megegyezni. Nem anyagiak motiváltak ebben, hanem maga az eredményesség. Én úgy gondoltam, hogy valahol egy ilyen kisebb úttörő, hát akkoriban az volt, hogy ott elkezdi általános iskolásokkal, középiskolásokkal, de akkor ez a lehetőség teljesen másképpen álltak hozzá. Tehát akkor nem lett volna annak a nevelőtanárnak, testnevelőtanárnak plusz órája, ha én vagyok az edző. Értem. Tehát ezek mind ilyen problémák voltak. Igen. Igen, értem a célzást. Nem, elnézést. Jó, semmi gond, szóval hát nyilván. Ez így teljesen volt. Uh-huh. Igen. Hát én azt hiszem, minden sport a legrosszabb álma a sérülés. Mennyire voltál sérülékeny? Hát, mint említettem, hogy ezt a kis padot, de hát nagyon kevesen voltunk az a meghatározó, eredményes játékos, akik csak a pályán akik voltak. Uh-huh. És a kispadról becserélve, most nem kisebbíteni akarom az ők érdemét, sajnos nem kerültek olyan játékosok, hogy pótoltak volna az emberen, vagy úgy éreztem, pihenni lemegyek. Uh-huh. Nem, hogy én bennem mind gondolkodtam, így a többi csapattársaim is sajnos, hogy már csütörtökön kezdtünk dobálni, mert addig az ujjunk fájt, a lábunk fájt, valamink fájt, és akkor ez is meghatározta az eredményességet sajnos. Uh-huh. Ugyan hallottuk azt, hogy a sport életerő egészség. Te, mint akik nagyon keményen sportoltál, és most itt vagy, te ezt hogyan látod ennyi idős fejjel? Hát, konkrétan, vannak-e olyan, most jelenleg olyan gondjaid, bajaid egészségileg, amit arra tudsz visszavezetni, hogy ha nem sportoltál volna, akkor lehet, hogy nem lennének? Hát maga a kézilabdára kell visszavezetnem, mert lehet, ha más sportolok, azt nem tudom, ha evezek, vagy úszom, vagy valami, hogy mi lett volna, de a kézlabda maga, ez a salakról bitumenre áttérni, betonpálya, az minden sportásomat, akivel találkozom, beszélek, mert nagyon sokkal tartjuk a kapcsolatot, vagy tartom. Hát, szóval ízületeket az totál. Úgy felső testen, lábon, bokán, meg főleg a csípőn. Uh-huh. Tehát az a laza mozgásból ez kialakult, hogy megkoptak. Térdennél látok egy jelentősebb vágást, ez minek köszönhető? Ez egy külső szalag sérülés, meg egy tokszalag. Hódmezővásárhelyen kaptam el, NB1B-be játszottunk, és akkor történt ez a sérülés. Ugye ez egy komoly kihagyás lett, sőt, hát végül is a kézilabda pályafutásom, hát 33 éves koromban, úgyhogy már lehet annak is betudni, bár nem hiszem. Így történt. Hát ez is többek között. Kelmet emlék. Ugye mondtad, hogy mai napig vannak olyan volt játékos társadalmi, akikkel szívesen lehet beszélgetni. Kik azok, itt a teljesség igénye nélkül, akikre mai napig szívesen emlékszel, és hogyha újra kezdenéd, akkor ismét velük játszanál? Hát felsorolnám az egész csapatot szinte, de hát vannak ilyen fogadott fiaim, vagy hogy mondjam, nem a korkülönbség miatt, mert 5-6 év, tehát az nem lehet fiamnak mondani, de itt van Gazdag Barna, vagy Gombás Sanyi, a kis Gombás Sanyi, mint a fiaimra úgy tekintek, vagy mint, tehát hogy mondjam, olyan tényleg családi bensőséges dolog, de hát itt van Tibi Gazdag, vagy Fedor Miki, Szerepsi Sanyi, együtt nőttünk fel, tehát annyira összeköt bennünket, hogy elmondom, főként kihangsúlyozni azok a kis gombásaim, meg Gazdag Barna, akik, ha nem tudom miért bentünk volna tűzbe egymásért, de meg jó volt, a pályán másképp volt, civil életben másképp volt, mégis szívesen emlékszem rájuk. Hány éves vagy? 61.
Mert tényleg még most is olyan sportos a kinézet, hogy csinálsz valamit, sportolsz azért még? Hát nem nagyon. De ez megmaradt még akkorból is ilyen szerencsés alkat, vagy? Hát meg utána azért rögfügg bajnokságban fociztunk, nagyon sokat, 14 évet jártam ide a sportcsarnokba, már az már kényelmesebb volt sokkal. Meg előtte végül is, hagyj említsem meg, ez a bírói Imre itt volt kézilabdaedző, akkor ő igényelt azt, hogy csütörtökönként menjünk ki, öreg fiúk, akik tudunk, és akkor 5-6-an mindig kimentünk. És akkor és játszottunk a itteni NB1-es csapata, mert akkor NB1-es volt itt. Molnár Feriék, akik itt voltak, Cikszaiék, úgyhogy ezekkel játszottunk, és az olyan belekóstolás volt. És ez nem volt rossz ötlet részéről, mert tanultak a fiatalok esetleg ezekből a dolgokból, meg elbeszélgettünk, és akkor az úgy motiválta lehet őket jobban. Most, ha kimész egy kézilabda meccset, szoktál járni egyébként? Nem. Nem? Nem. Van valami oka, vagy egyszerűen csak, hogy mert? Hát, mondjam azt, hogy nem. Tehát egymás közt elbeszéljük így az öreg fiúk, már akik voltunk együtt, hogy miért nem megyünk ki. Tehát, vagy az eredményességért kiabálnak erre, mit tudom én, most nem ez, bármelyik edzőt mondhatnám, ez nekem nem tetszik. Tehát mikor annyira a pályán kívül kiabál egy emberre, vagy szidja, vagy miért kell kiabálni? Hát hívja le és mondja meg. Ez nem látok már tévében sajnod, hogy valaki edző zsolva, de esetleg a kispadra, vagy hogy mondjam, a játékvezetőkre, de maga egy játékost azért ott nem szidna. És ez nekem nem esik jó. De elmondhatom 5 kollégámat is, vagy más sport kollégámat, hogy ezért nem megy ki az edzésre. Hát meccsre. A tévében látsz egy kézilabda meccset, azért felébred benned a szunnyadó kézilabdás? Természetesen, nagyon-nagyon. Sőt, mindig közelebb meg a tévé, vagy azon veszem észre, hogy a fejem közelebb megy a tévéhez. Hát fut az agyadon akkor, hogy hú, most ha én lennék ott, akkor most mit csináltam volna, vagy ezt jól csinálta? Hát. Tehát akkor ez a szeretet mai napig el. Hát, természetesen. Hát végül is Mocsai Lajos ellen is játszottam 2 évet. De hát mondhatom azt, hogy ez a válogatott csapatunk azért nem tetszik, egy ember ellen mindenki kihasznál, de mi sosem. Hogy ezt meg kellene tanítani azért. Ez nem kritika végül is, mert egy játékosnak is tudni kell. Ha ott lennél, meg tudnád tanítani? De érzel magadban annyi ambíciót? Mindenképpen ez erre nagyon nagy hangsúlyt fekteknék. Nagyon nagyot. Nők meg tudják csinálni, férfiak nem. Már is a magyar válogatott. Hát most ezt nem akarom így kritizálni, de azért, hogy annyira beleélném magam ezt, hogy beleéltem már nem egyszer. De látszik is egyébként most a beszélgetés közben is, hogyha olyan témát pedzegetünk, akkor teljesen ott vagy lelkiekben. Igen. Én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent érintettünk, most sok mindent beszélgettünk. Végül, ha előről kezdhetnéd, akkor is így csinálnád, vagy mi lenne az, amit másként? Mint kézilabdában? Igen. Vagy eleve a kézilabdát választanád? Hát valami dobóatléta lettem volna. Szerintem. Így utólag, hát most ezt nem vették észre rajtam, ezért lettem kézilabdás. De ott már pedzelgették, mikor kézilabdás voltam, hogy miért nem vagyok dobóatléta. Tehát, de szerettem a kézilabdát, nagyon-nagyon szerettem természetesen. Mondom, mint csapatjáték azért. Igen. Ezzel a műsorunkkal tulajdonképpen a célunk kettős, egyrészt bemutatni ilyen embereket, mint te vagy, másrészt viszont a sportágokat egy kicsit megszeretetni azokkal a fiatalokkal, akik most a számítógép előtt ülnek, hogy megkérnélek, hogy légy szíves oda a kamerába, igen, és bármiféle olyan inspiráló dolgot mondani, amit ha látnak a gyerekek, akkor eszükbe jött, hogy jó lenne kipróbálni. Hát én azt mondom, hogy mindenképpen a csapatjátékot érzem, tehát ilyen motiválónak, mert ott egymás felülmúlni akarja az ember. És ezt az érzés meg kell egyszer érni, tehát megérinti az embert, utána az jön automatikusan. Tehát egy valakit felülmúlni, utána másikat, utána bebizonyítani az edzőnek esetleg, hogy én tudom jobban.
Hát ez egyszer, ha megérinti az embert, akkor nem igen kell noszoktatni az embert, hogy a sportpályára kimenjen. Meg tényleg az embert hátba veregeti az edző, esetleg, vagy a másik csapattársa, azt mondja, hát ez jó volt. Hát ez megérinti, akkor nem igen kell, hogy noszoktassák az embert a sportpályára. Ez tény is való. Teljesen mindegy, hogy milyen sport. Csak ezért van előnye a csapatsportáknak, hogy ott könnyebb ezt megérinteni, mint hogy elkezd az ember egyedül futni, mondjuk 100 métert, vagy 500 métert, vagy 400 métert. Mm. Ezért jó ez a sport. Hát engem megérintett. Ajánlom nagyon-nagyon sok fiatalnak, hogy próbálja ki.